Binder Károly zongora művész másfél évtizede lakik a szomszédos településen. Azóta foglalkoztatja a gondolat, hogy jó lenne felpesdíteni a zenei életet Török Bálinton, különös tekintettel a jazzre. Mindez most egy klub formájában valósult meg, amelynek megtartották az első rendezvényét, erre pedig sokan ellátogattak, tehát van igény a kezdeményezésre. Egyelőre úgy néz ki, hogy havi rendszerességgel működik, minden hónapban egy alkalommal pénteki napokon, és hát igyekszünk a nagy és híres, és mondhatnám azt, hogy világhírű muzsikusok mellett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszékének hallgatóit is egy-egy alkalommal bemutatni. Természetesen emögött nagyon-nagyon sok munka van, és hát próbálunk sok felé pályázni és keríteni rá megfelelő anyagi hátteret is. A rendezvény jótékonysági jellegű, a zenekedvelők saját belátásuk szerint járulhatnak hozzá anyagilag a koncertekhez. Belépőjegy nincs ma, mindenki a saját belátása szerint egy kis dobozkába vagy urnába bedobja azt, amit gondol, amennyit szán erre, és ezt a pénzt mi elrakjuk, mint egy tőkét, és majd a későbbiek során tiszteletdíjra vagy koncertek során fellépő művészek egyéb költségeire fogjuk majd fordítani. Több formáció is koncertet adott a művelődési házban. Az estet Kelemen Angelika és zenekara nyitotta meg. Kelemen Angelikának a zenekara, utána Juhász Gáborral egy dúóban lépek föl, aki gitáros, majd Varga Gábor fog szóló zongora produkcióval fölépni, ezt követi majd Borbé Mihály, akivel szintén játszom egy dúót, és Elek Istvánnak a zenekara fejezi be. Csak Török Bálintot mozgatja meg ez az esemény, és a közeljövőben a környező helyekről, tehát Érdről, Budaörsről és Tárnokról, vagy akár nézem ezt a kis vonzáskörzetet, egyre többen fognak jönni. Hát ez az első alkalom, megpróbáltuk amennyire lehetett meghirdetni, és reménykedünk abban, hogy minden ilyen szájhagyomány útján terjed a legjobban, annak ellenére, hogy technokommunikációs világban élünk, és minden elérhető számítógépen és interneten és Facebookon, de a legjobb reklám és a legjobb üzenet az mindig szájról szájra terjed, tehát abban reménykedünk, akik ma eljönnek, továbbadják, hogy ez egy milyen jó dolog, és szeretnénk egy olyan bázist teremteni, hogy érdemes legyen kijönni ide Török Bálintra. A műfaj iránt érdeklődőket legközelebb, február 22-én pénteken este várják a török bálinti Munkácsy Mihály Művelődési Házba.